Hagyma, song, nem. Milyen bundás kenyér? Hát kérlek szépen. De tojásban, nem kellett volna belerakni. Sziasztok, ez újra a Kukta, és a mai menü nem más, mint bundás kenyér, csak egy kicsikét újra gondolva. Igen, mi a fenét keres itt? Sajt, gomba, hagyma, song, milyen bundás kenyér lesz ez? Kérlek szépen, lesz három fajta. Lesz egy sima natur, hagyományos. Na, és itt így véget is ért szerintem az átlagembernek az elképzelése, hogy... Lesz egy töltött, meg lesz egy tekert. Igen. És a verseny ma, hogy ki tudja szebben feltekerni. És te mindig ennyi mindent csinálsz? Ennyiféleképpen a bundás kenyéren? Oké. Okay. Muszáj. Muszáj, ha próbálunk felvágni vele. A sima bundás kenyér az már nem hat meg senkit. Annyira szépen szeretem még mindig. És mi még mindig annyira csúnyán. És akkor most csinálsz egy ilyen gombás ragút. Ragút, igen. Mm-hmm. Petrusájmes gombás. Ehhez már a hagymát azt elkezdtük. Igen, hagymát már felvágtuk és elkezdtük megdíszelni. És akkor igen, ebbe jön a még a gomba. Aha. És még mit adunk ehhez? Pettes olyan só, bors, egy kicsi, uh-huh. És akkor utána ez ennyi. Még egyet felvágok, és utána ezt is oda beledobom. Jó. Oké. Okay. És érkezik a gomba. Fontos, hogy ilyen viszonylag nagyobb szeletekre vágjuk a gombát? Vagy lehetne ezt kicsire is? Aha. Ennek a 80% a víz. Fontos információ. Tisztelődik. Kisó. Tudod, mi volt alatta? Igen, ezt már, most már tanulunk. A vizes rongy vagy papírtörlőt, ha oda tesszük a vágódeszka alá, akkor nem csúszkál. Egy kis petrezselyemet is tettünk rá. A nulladik lépésnél már teljesen eltérünk az alaprecepttől. Na de várjátok, most miből fog állni a versenyünk? Hát majd a feltekerésből. Uh-huh. Úgy érzed, hogy kicsit sok feleséggel dolgoztam? Azért ez még... Ezt így hozzátűzzük? Jó, a többit precízebben vágom. A héját azt azért vágjuk le, hogy könnyebb legyen nyújtani? Igen, meg sokkal könnyebben ezt tudod illeszteni. Jó, most ki kell nyújtani. Jó. Tehát itt működik a többet észre, mint erővel. Igen, igen. Jó, nem, laposra. Többet erővel, mint észre. Hát... Jó. Jó laposra kell. Van vajacska. Igen. Ezzel csak a belsejét kenjük, igen. Vagy teljesen? Csak a belsejét. Már itt is lehet trükközni, hogy milyen vajat használunk. Ugye van már sózott, meg... Persze, meg vajat. Lehet sima vajkrém is. Ez a tubusos. Uh-huh. De én a sima kockavajat jobban szeretem. Veszünk egy szép szeret csonkát. Igen, itt gondolom most arra próbálunk figyelni, hogy ne lógjon ki. Igen. Mert hogy össze kell tekernünk, töltenünk. Látod, itt már nem jó, mert hogyha nyomod össze. Igazából így szépen így ki kell tölteni a részeket. Igen, nagyon precízen. Uh-huh. Jó, csaj. A sajtól minden húzunk jobb ilyen. Lesz. Hát egy ilyen forgácsot. Hogy áll a ragú? Minden szeretetem benne lesz. Remélem is. Ki van nyújtva egy másik. És akkor annyi, hogy itt körbe lenyomkodjuk. Hát, tehát a szélét összenyomkodjuk. Igen. A lelke a bundás kenyérnek. Mit ettél már töltött bundás kenyeret? Soha. És akkor ezzel lapítunk még egyet, vagy csak a szélét? Csak a szélét. Gyorsan akkor felvegyük fel a tojásokat. Só. Jön a megfürdetés. Na igen, így most hasonlít arra a bundás kenyérre, amit mi ismerünk.
De hát ugye, jaj, a belső a lényeg. Hogy áll a ragunk? Nem tudom, milyennek kell lennie. Még egy kicsit hagyma. Rendben, a... Jó. Egyre közeledünk a kritikus ponthoz, hogy hogy fogunk feltekerni egy bundás kenyeret. Ha minden jól megy, akkor azért a forró olajnak egy nagyon jó hatása van, hogy a sajt elolvad. És így csikandozó lesz. Vagy jó lesz, vagy nem. Na, most ugrik a majom a vízbe. És jó lett. Nagyon jól néz ki. Hát ilyen ennek egy... is hozunk egy tányér. Igen, egy töltött bundás kenyér. De jó. Az első kész. Jöhet a verseny, akkor megpróbálunk feltekerni egy-egy ilyen bundás kenyeret. Szurkoljatok nekünk. Már kilapítottuk, és megtöltjük minden jóval, aztán meglátjuk, mi lesz. Na. Indíts el minket. Tudjátok, hogy kell? Nem. Meg kell kenni vajjal. Igen. Utána azt szoktuk bele, amit akartok. Igen. Csak hogyha sokat hagytok, akkor nem bírjátok feltekerni. 3, 2, 1, mehet. Sok nem kötelező a baj. De csak kell valami, nem? Meg tartjuk magunkat a szabályokhoz. Te vajjal csináltad, úgyhogy... Ne essen szét, ezért az egyért imádkozom. És akkor hogy tekerjük? Így innen elkezdjük tekerni? Mindegy palacsintán. De nem segítek senkinek. Csak a végén fogpiszkálóval meg lehet küzdeni. Még most kipotyogtatok mindent, ami kiesne. Én készen állok. Akkor. Én bele is teszem. A tojásban nem kellett volna bele rakni. A bundás kenyérnek a legfontosabb alapanyagát, azt rögtön elfelejtettem, de te is elfelejtetted, ez igazszal azért. Utána ugrattam volna a pultba. Én más csinálok. Megpróbálunk mindent megmenteni. Megpróbálunk mindent megmenteni. Jó. A kicsit megpirítottat így meg. Akkor én most már dobom. Látod, az már szétnyílt, az már nem lesz jó. Miért nem? Hát szétnyílt. Ez mit jelent? Hogy veszíteni fogsz még így is, hogy én tojás nélkül raktam bele. Veszélyes szakma. Reméljük a legjobbakat. Húha, rossz nézni. Az enyémhez ne nyúj, ne roncsd el, amit már én elrontottam. Na, hogy kéne megfordítani, és visszaforgatja. Kész háború se vezet most itt. Bizonyám, miért nem megyünk? Illetve kajára. Én késznek tekintem az enyémet. Hát szerintem én is az enyémet. Nekem ez már kész. Így lesz zamatos. Jó. Ami nem kell azt mondani. Amúgy ez nagyon helyzet. Jól néz ki. Azért maradjunk annyiból, hogy a tied az hát bőséges. Bizonyám. Az enyém meg szép. Tehát a szépség. Nem. Így már nem is látszik, de hogy szép. Nem. Én is csináltam egyet. Na nézzük. Én vakon azt mondanám, hogy az enyém a legjobb. Hát szerintem egyértelmű. Még az enyémnél is jobb. Kész. Itt felértem a csúcsra. Innen már csak lefele vezet az út. Göngyölt bundás kenyeret, azt én csinálom egyébként. A legjobban. Próbáljátok ki, mert nagyon könnyű megcsinálni. Mindjárt és kiderül, ilyen hogy milyen. Feldobja egy ilyen egyszerű ételt, mint a bundás kenyér is fel lehet dobni. Sok sikert hozzá. És jó étvágyat. Sziasztok. Sziasztok. A tiéd nem forró. We'll be right back.
Műsorunk közreműködő partnerei Bosco Wood Kft., Székely Hús Kft., Evezős Csárda és a Jonathan Zöldség Gyümölcskereskedés.